Érzel valamit? Semmit. Nagyon helyes. Túl egyszerű volt, Tomi. Nem a hagymától sírok. Még a pólómat is úgy válogattam össze, hogy semmilyen állati eredetű nincsen rajta. Csupán növényekből áll ez a munka. Ugyanis majd vegán hamburgert fogunk csinálni. De esküszöm, hogy leborulok előttetek, hogyha meg tudtok győzni arról, hogy lehet húst csinálni, vagy jó hamburgert csinálni. Atya úristen. Itt van velünk Dani, profi séfmester. Itt van velünk Kinga is, aki vegán. Nem vagyok vegán. Azt mondanám, hogy 98%-ban követem a növényi étrendet, és így is főzök. De ez azt jelenti, hogy nem esztek mondjuk mézet sem, tejet sem, semmiért, ami állathoz bármilyen közel volt valaha ebből. Vannak elcsábulásaim is, általában halas ételek azok, amik el szoktak csábítani. Mi lesz most, Dani? Egy olyan burgert fogunk készíteni, ami teljesen vegán lesz. Csicsiri borsot fogunk hozzá használni, klasszikus hamburger zöldségekkel és abban való zöldségekkel fogjuk társítani. Fogunk csinálni egy saját ketchupot, van egy tök jó vegán majonézünk. Tehát lesz a hús? Elég nehéz volt meggyőzni arról, hogy csicsiri borsos hamburger tud olyan jó lenni, mint egy marhahúsból készített hamburger. Őrült nagy hamburger rajongó vagyok, imádom az ilyen kajákat. Voltak már próbálkozásaim, bevallom, és mindig annyira ilyen trutymákos lett a Ennek egyébként még lesz mai videóban szerepe, egy meglepetés játékkal készültem Kingának. Fordítva! Jó lesz! Te fogod csinálni ugye a fasírtot, én minden más meg elkezdek elkészíteni, ami majd a fasírton kívül lesz. Én amúgy a legdurvább húsevő voltam, tehát én ilyen pacallal, meg kocsonya, de én nem szeretem ezt a térítést, meg én azt gondolom, hogy az a jó, hogyha jó példát mutatunk, meg jó ételeket csinálunk. Simán egy vegán kaja is lehet ugyanolyan finom, mint most ezzel azt akarod mondani nekem, hogy lehet, hogy már ettem vegán hambit, csak átvertek, mert volt fűszerezve? Egyébként simán lehet, az is megtörténhet. Ne ijesztegessél nekem, Kinga, az nagyon jó. Tani, aki profi, és most meg fogja végre nekem tanítani azt, hogy hogy kell nem szutymákos vegán hamburgerhús készíteni. Fogok csinálni igazából nem egy ketchupot, hanem egy paradicsomszószt, amit besűrítünk, és ketchupként fogjuk használni. Ehhez majd egy kis cukrot fogok rakni, de ez itt szépen lassan karamellizálódik. Ez lesz majd ugye gyakorlatilag ennek a csicseri borsó fasírtunknak a, ahogy te fogalmazd, a fűszeres alapja. És milyen fűszereket tehetek bele még? Fahéjat fogunk bele rakni. Nem mondod. De egy nagyon kevés wow. Fahéjat. Nem mondod. Karácsonyi most hamburger. Ráadásul vegán. Nagyon kevés. Apukám az dobott egy hátast, amikor közöltem, hogy akkor én most már nem igazán szeretnék húst tenni, amikor együtt nyomtuk a pacalt állandóan. Most mi lett az ő lányával? De még a mai napig szerintem egy traumában van. Elkezdem belerakni a csicseri borsót. Nagyon jó. Egyébként a szószokban is nagyon jó vagyok. Kinga nem vág fel, azt látjuk, hogy ezt elég tudom jöjjön. Mert egyébként ember is nagyon jó vagyok. Ez egy kicsit úgy néz ki, amikor régen én főzni akartam otthon, és így mindent beraktam a mixerbe. Tettünk hozzá még egy kis lisztet. Szerintem én ezt rontottam el egyébként, amikor én csináltam ilyet. Nem tettem bele lisztet, csak zappelyhet. És az furán viselkedett. Ebből lesz a hús. Gyakorlatilag egy fasírtot fogunk belőle. Hát, én húsnak hívom. Feladok neked egy ilyen kis kelléket, hoztam neked ilyen kis cuccokat, amiket meg kell kóstolnod. Én ezt már csináltam tanulóimmal, és amúgy azt, aki 2-3 éve dolgozik konyán, azt is sikerül megfricskázni. Barátkozz meg, jó, nem harap, nem vigyázz. Érzel valamit? Semmit. Nagyon helyes. Kezdjük, az első, ez... Ilyen műanyag szaga van. Egy kis hongaracál, nagyon finom. Ez fordítva. Én nem a hagymától sírok. Hát így állagra ilyen bulgurszerű valami. Az! Jó, jön a következő. Ez csicseri borsó. Túl egyszerű volt. Úgy nem mondom meg, ha rá van írva. Jó, akkor... Már várták, hogy találkozzanak. De nincs benne. Bele kell szúrni? A zöldban. Igen. Yeah. Most már leveheted, maradsz ebben? Amióta én is elkezdtem főzni, nagyon sok új alapanyagot megismertem, úgyhogy emiatt is tudtam felismerni. Nagyon ügyes voltál! Szerencsére átmentem a vizsgán. Közben az történt, hogy mindenféle buzatöredből tettem egy kicsit a fasírtba. Egyrészt ez gazdagítja a fasírtunkat, másrészt pedig ugye megköti a vizeket, amikről beszéltél, ami miatt neked ugye valószínűleg nem állt össze. És gyakorlatilag összerakjuk a szendvicsünket, még annyit fogok csinálni, hogy hoztunk egy kis tofut.
paradicsomra, hogy ott visszajöjjön egy kicsit ez az íz, a savasság, a korianderből tépkedtem. Mm. Elkészültünk a vegán hamburgerünkkel, ami most engem meg kell, hogy győzzön. Szerintem ez egy igazi húsimádó hamburgernek is beférne, csak zöldségekbe. Atya úristen. Esküszöm, mint a hús lennék. Nem, ha nem viszlek, nem a sok kedvéért csinálom. Tényleg, mint a hús lennék. Gratulálok nektek. Nagyon örülök, hogy iszik. Kövessétek a Coop YouTube csatornáját ilyen ehhez hasonló videókért. Magyaros ételek, vegán ételek, különleges ételek Danitól, a mester séfünktől, és tőlem. Jaj, nem is vesztem.